A videót támogatta. Sziasztok! Az egyik kedvenc játékom a Team Fortress 2. Tudjátok, ez az a játék, amit rendszeresen emlegettek, hogy csináljak róla videót. Körülbelül olyan másfél hete Félix nagyon rendes volt, és teljesen ingyen ajándékba küldött nekem egy ünnepi levadást. Én pedig megígértem, hogy videóban megköszönöm. Hát, nos Félix, még egyszer nagyon köszönöm, nagyon rendes tőled. Azt kell tudni egyébként, hogy a Sniper a kedvenc custom, tehát látjátok, elég sokat nyomtam vele. És azon belül is az íjat szoktam a leggyakrabban használni. Úgyhogy nagyon jó volt. Nem tudom, hogy ezt tudta és úgy küldte el, vagy csak véletlenül, nem tudom, de tudti sokat fogom használni. De ünnepi levadász, és tuti felhasználom az egyik névcédulát. Azt nem tudom, hogy ezzel az volt-e a célja, hogy még jobban sarkaljon arra, hogy videót csináljak a játékról, de elgondolkodtató. Elérkeztünk a 69. darálóhoz, azt a mindenit. Fú, de lassan haladok. Hát ahhoz képest egyébként, hogy több száz pályát kapok, vagy kaptam, Hát igen, most mit mondjak, jó munkához idő kell, jó daráláshoz még több idő kell. Szóval erre a különleges része egy különleges pályát választottam, nem mást, mint a Hobbit első részét, illetve hát a Hobbit első részének feldolgozását, na. A készítő Madafaka, imádom, amikor ilyen jó neveket választotok, és leírása szerint több mint egy évig készült a pálya, egészen pontosan egy évig és 14 napon keresztül. Na most, ha gonosz lennék, azt mondanám, hogy ez nem látszik a pályán, de ezt nem úgy kell érteni, hogy folyamatosan készítette. Na mindegy, inkább nem lövök le semmilyen poént, lássuk a pályát. Egy daráló mind fölött, egy daráló kegyetlen, egy a sötétbe zár, troll az egyetlen. Itt is vagyunk, így néz ki a kezdőszoba, táblák, köszöntés, történet, szabályok, egy ilyen házszerű valami. Azt mondja, és csillámlik, nagyon jó. Madafakka, azt mondja, köszöntelek a Hobbit első rész váratlan utazás nevezetű pályámon, Csabusa. Szia, lehet valamire kattintani? Nem. De üzenetek magamnak, oké? Történet. Megint csillámlik. Miért kapok könyveket? Mi nem volt minden jó cseten? Történet. Te Zsákos Bilbo vagy, a megyéből. A többi hobbittal élet hétköznapi unalmas életedet, ám egy napon minden megváltozott, történetünk itt folytatódik. Aztán Erebor története. Hát egy kis mese délután következik. Kedves gyerekek! Réges-régen volt egy gyönyörű város, úgy hívták Suhatag városa. Egy békés környék volt ez a város, középfölde legnagyobb királyságának kapujában terült el. Azt hiszem, rosszul tagoltam, mindegy. Melynek Erebor volt a neve. Erebor Shururnak, a hegymély királyának volt a Erebor... Micsoda? A hegymély királyának volt a Erebor egész hegymélyébe épült, mintha kimaradt volna egy kis rész. Oké, szóval Erebor egész a hegy mélyébe épült, és az erőd város szépsége legendás volt. Gazdagságát a föld rejtette magába, sziklából kibányászott csillogó drága kövek. Minden nap mélyebbre ástak lefelé a sötétségbe, míg egy nap olyat találtak, amire nem is, rátaláltak a hegy szívére. Megint kimaradt valami, de rossz. Rátaláltak a hegy szívére, az Árkenkőre. Shroun a királyi ékkövének nevezte ki a követ. Shroun az arany iránti vágya egyre csak nőtt. Lassan megkeseredtek a napok Erebor felett. Az egyik nap egy zajt hallottak, mintha csak észak felül hurrikán jönne. Na most biztos nem fog semmi kimaradni. A fenyők a hegy oldalán nyikorogtak, a forró száraz szélben. Egy tűzokádó sárkány volt északról. Smaug jött el. Mivel a sárkányok sötét és heves mohósággal vágynak az aranyra, Erebor elesett. Hát ez gyors volt. A törpjei szétszórodtak középföldén. Szabályok? Kicsit úgy hiányzik valami hangeffekt, amikor így szétrobbannak a csillagok.
Azt mondja, játszok kalandmódba, beállítva, békés nehézségen, ne törjek, ne rakjak le blokkot, a nyomolapok nem csapdák. Szebb lett volna gombakon. Tovább viszik a történetet, érezd jól magad, jól. Jól fogom érezni magam. És akkor kezdés. És akkor körülnézzek. Minden le van zárva. Oké, akkor kezdés. A Hobbit. Első rész, váratlan utazás. Ó, na szia Jocic! Itt a szobatársam Jocic. Éppen a ruhát tisztítottam, csak idejöttem hozzád. Köszi, épp nagyon fáztam. Nagyon rendes vagy, hogy így bebújtál, de egy kicsit szűk az ágy, inkább vegyünk francia ágyat. Képzeld el Jocic, olvastam egy nagyon érdekes könyvet, és van itt valami agyseten. Szóval azt mondom, hogy de jó, aludtam, ideje lenne felkelnem. Hú, nagyon éhes vagyok, szerintem elmegyek a piacra, és veszek valami haratni valót. Fogjam az aranyom, és vegyek magamnak reggelit, az a feladat. És tényleg van nem egy arany fizetőeszköz. Nád is van arany? Nincs. Haha. Jó, hát akkor elmegyünk kajálni, azért körülnézek. Ó, milyen szép hal. Nem, én is ki akartam fosztani, de saját magunk elől elzártuk a ládánkat. Ez meg valószínűleg a gardrób lesz. Föl is veszem. Rajtad már úgy is van ruha, én meg egy mesztelen oroszlán vagyok, szóval azért csak nem kéne kimenni. Oké, bundám van, de akkor is. Na menjünk, szerezünk haját. És ez a bejárat. Madár. Tiszta korom a kéményem, majd ki kell tisztítanom, de állat, figyeld, hogy füstel. Töpkednek a kockamadarak. Eddig egész látványos a pálya, meg a Resourcepack is feldobja. Ó, ez biztos Gandalf. Mit nem szól semmit. Tessék? Nem szól semmit. Nem, most ilyen komoran itt áll. Tényleg, mi lenne, ha te pontoznád a pár? Na, azt rá is ugrik. Hány pontot adsz Gandalfra? Legyen... Kettő. Kettő? Na jó, legyen kettő. Itt egy csaj. Hú, ő egy néni. Azt mondja, jó reggelt, Bibó. Jó reggelt! Azt mondja, a megye bányája belépni tilos, a megye bányája belépni tilos, aha. Jó, akkor valószínűleg a másik lesz a bot. Úristen, óriás méhek, oda néz. Igen, akkor, mint a madár. Ja, egyébként ez jó. Ugyanakkor, mint a madár. Hallod? Lehetne fogadni, hogy ebben a világban a madarak eszik a méheket, vagy a méhek eszik a madarakat. Ma minden egy aranyba kerül. Hát akkor, tessék. És kaptam breadet. Jaj. Te is kaptál? Ó, hát akkor egyet fizet, kettőt kap. Tök állat. Azt mondja, ki lehet az a szürkeruhás idegen a házam előtt? És akkor így most gondoltam, most jutott eszembe, hogy jaj, ott van valaki. Az ez egy kicsit perverz. És a kapásból megnyomja, hú, kicsit arrébb megyek. Hú, hol kezdődik? Én is ezt keresem. Azt mondom, hogy jó reggelt, erre mondja Gandalf. Ezzel azt akarod kifejezni, hogy jó a reggel, vagy hogy jó a mai reggel? Mindet egyszerre, ma azt hiszem. Értem. Kicsoda ön? A nevem Gandalf. Szürke Gandalf, a tűzijátékos? Igen, az vagyok. Te pedig biztosan Zsákos Bilbo vagy. Érdekelne téged egy izgalmas utazás, egy kaland? Sajnálom, de nem. Engem most jobban érdekelnek a könyvek. Pedig én emlékszem rá, hogy régen rengetegszer játszottál az erdőben, elképzelve, hogy ott erdei tündék, illetve más varázslatos lények élnek. Az már régen volt. Engem most már nem érdekel az, hogy mi van a megyén kívül. Viszontlátásra. Viszlát. Inkább bemegyek a házamba és olvasok. Hallottad? Igen. Vajon kikopogott ilyen későn? Megyek, megnézem. Ugye nem késtem el? Miről? Harom a többieket úgy, hogy még nem. Többiek? Bemegyek a konyhába, megnézem, mi ez a nagy ricsaj. Hát gondolom ez lesz az. És már is itt vannak. Gandalf, nézd oda, megint örül nekünk. Látod? Így söröznek. Ezt a részt egyébként úgy nem értettem a filmben. Milyen szemétség már, hogy csak úgy bemennek a házába. És itt van mindenki. Fel tudod sorolni őket? Nem sorolom annyira.
Várj, Ámos, Elődont, Kontasuba töltöm. Ja, és Hapci, Tudor, Morgó. Hát akkor gondolom megint Gandalf fejét kell megnyomni. Tessék, tiéd a feladat, olyan ügyesen csináltad legutóbb is. Jó, ne, állj már meg, ennek így semmi értelme. Most vagy jöjjön lassan, hogy legyen idő elolvasni, vagy egyszerre az egész, meg sortöréssel, hogy lehessen látni az elejét. Szóval, Gandalf, kik ők is mit akarnak itt? Ők Erebor törpjei. Jó, de mit akarnak itt? Visszaszerezni Erebort, a törpök birodalmát egy sárgánytól. És akkor miért kellett ide jönniük hozzám? Mert szükségük van egy betörőre, egy olyan személyre, akinek lépteit nem lehet hallani. Egy olyan betörőre, aki gyorsan tud menni. És hol találnak ilyen betörőt? Épp vele beszélek. Azaz vele, te nyomtad meg őt. Mi? Hát ezt te sem gondolhatod komolyan, hisz ez. Egy kenyeret sem tudok elvenni fizetés nélkül. Pont ezért lennél te a legjobb betörőjük. Azt a logikát. Bilbo, nézd, nekik nincs otthonuk. Azt szeretnék visszaszerezni. Segíts nekik, kérlek. Nálad van választási lehetőség? Aha, mert... Na, úgy volt a parancs, hogy te voltál közelebb. Hát akkor sajnos nem tudom megmutatni, mert a gomb nem írja ki újra. Vagy újra kiírta csak nálad? Nem írta. Igen, segítek, nem segítek nekik. Hát... Segítsünk nekik. Segítsünk nekik. Nyom rá, hogy segítsünk nekik. Nincs jó, de ez a parancshoz. Akkor segítjünk nekik. Nagyszerű, akkor adjátok neki a szerződést. És mikor indulunk? Holnap... Jaj, sok teleportálás, rángatás, nem jó. Hol tartottam? Adjuk neki a szerződést, mikor indulunk? Holnap kora reggel. Bilbo, siess, mennünk kell, hogy közben már is reggel van. Menjetek csak, majd utolérlek benneteket. Megvárunk a megye határánál. Menj a megye határához. Határhoz. Szerintem én inkább nem megyek. Ezt nem mondod komolyan. Miért nem? Ki kell takarítani a gardrobot, meg minden. Jaj, már megint a porcicákkal játszol. Hát akkor itthon találkozunk. Már ha épségben megúszom. Jó takarítást. Szia. Szia. Hát akkor menjünk a határhoz. Úristen, Gandalf itt hagyta a fejét. Ez egy horrorpálya, itt van a feje. Hé, lehet nekem is Gandalf fejem. Yeah, Gandalf vagyok. Mi mindig itt vagytok? Jó, akkor induljunk a városba. Szia! Ó, szia, Krumpli! Szia, Csabi! Hát te? Hát én boltban még krumplit venni. Vele tarthatok, mert ahogy látom, te is arra mész. Aha, persze, gyere, menjünk együtt. Jó. Szeretnék útközben énekelni is? Hát nem hiszem. Akkor nem olyan jó ének hangom van. Akkor majd én dúdolok. Ezt komolyan gondoltad? Hát azt nem mondtad, hogy nem tetszett. Ó, hát itt van Gandalf. Én is Gandalf vagyok. Igen, ott van, ott van, ahhoz kell hozzányúlni, hajrá! és... Hallod, ott hozzáért ahhoz a gombhoz, és itt a nagy fehérség, perverz vagy. Ne neves, perverz vagy! Jó. És most már te is Gandalf vagy, ez tök állat, alapítsunk klubot! Hallod, gyere, fotózkodjunk, de állj ide mellém! Ez itt a Gandalf klub. Azt mondja, hogy Bilbo, hol voltál? Már a többiek rég a tábor helyükön vannak. Csak bevártalak, de most már én is utánuk megyek. Kövesd az ösvényt. Jó, hát akkor menjünk. Gyere, krumpli Gandalf. Akkor... Egyébként csak te merre mész? Hát egy régi városba, úgy hívják, hogy Erebor, ismered? Hát nem hallottam még róla. Nagyunk az nem abban a régi Mendemondában volt, ahol mindenféle mítoszokat meséltek. Ja, igen, ez egy gazdag város, csak most egy kicsit elnéptelenedett, mert tudod, egy sárkány megszállta. Jó, szia!
Inkább egy busszal szalasz. Hé! Hey! Hát ez gyors volt. Itt is van egy gondolat. Lássuk, mit gondolok. Sötét lett. Hol lehetnek a törpök, és mi végezte ezt a nagy pusztítást? Ezek gondolom a sátrak. Úgy látszik, megint itt hagytak. Ó, szia! Hát te... Én megyek a zöldségárushoz megjavítatni a fakardomat. Az igen, érdekes elfoglaltság. Merre tartasz? Mi erre borba tartunk? Arra megyek. Ó, király, akkor csatlakozol? Úgyis most hagytak megint faképni a törpök. Akkor megyek. Király. Akkor menjünk. Menjünk. Van egy gomb. Jaj, megint ez Gandalfnak is... Ahogy... szóval Gandalfnak is mindig ott volt a gombja, mint a fának is. Hát elég gyanús volt. Vissza. Ez nagyon hirtelen történt. Lehet, hogy oda kellett volna figyelni, de... Hú... Na jó, akkor nézem mit írt. Ez így nagyon gyors volt egy kicsit. Azt mondja, trollok? Miért pont trollok? Ti is hallottátok? Én hallottam, nézzük meg. Csöndbe kell marad. Itt egy fura szerzet, együk meg. És a mérgező, Ne egyétek meg a törpöket, mert férgesek. Na, mondtam én. Ez aljas hazugság. Pszt. Akkor mit csináljunk velük? Hát, nyúzzátok meg őket. Áruló. Ezek hegyi trollok, de hogy kerültek ilyen messze a hegyektől? A fény legyen veletek. De milyen Jedi lett Gandalf? Talán azon az alagúton átjöttek ide. Igazad lehet, Bilbo. Nézzük meg, honnan is jöttek. Menj át az alagúton. És a másik gomb itt két gomb volt. Ugyanaz. Mind a kettőt aktiváltuk mi. Fú, hát ez nagyon gyorsan történt, de most az orkos rész van. De akkor nem inkább nem Bilbo, hanem most a Beltónak van egy új variációja. Bilto. Ja. Az majdnem mint a Béltó. Hát, szóval így néznek ki a trollok, mit szólsz? Egész békések így. Így. Most. Lehet itt táncolni körülöttük. Hát az ott nem Gandalf? De az ott Gandalf, igen, nézd. Jó, akkor menjünk a barlanghoz. Ó, mehetsz is előre. Elfélek. Ja, komolyan? Menj te előre! Te vagy a bátor oroszlán! De neked van zellered? Vagy fakardod, vagy mit? Fakardom van! Melyek megjavítani a zöldségárushoz? Hát, nem tud! Bezárodtál? Bezárodtam! Segítség! Hát akkor szia! Remélem valahogy eljutsz majd a zöldségeshez. Hogy kerülsz ide? Találtam egy kerülőutat. Hát, ez gyors volt. Akkor menjünk tovább. Jó, hagyj már szólni. És itt vannak a barátaim, látod a törpök? Itt van. Tökéletes. Hapci, Tudor, Gollum, Gandalf, Péntek, Csütörtök, Álmos, Előd, Ontkond. És igen. És itt van Gandalf, és ott van a gombja. Hát, ismerkednek Gandalffal. Gandalf. Ismerkedj meg vele. Aha, jól csinálod. Ja nem azt mondja. Nyugodj meg, barátom. Szívj egyet a pipámból. Perverzek vagytok. Na, jobb már? Valóban? Ez a kard nem az élők világából való. Valamit aktiváltál közben, vagy? Szívd meg a pipát, aztán itt van ez a kard, valahogy... Van előtte még két sor. Ja, vágj ez, az csak nálad írta ki. Barna Radagast. Gandalf, most jöttem a sötét királyságból, van ott egy... Nyugodj meg, barátom, szívj egyet a pipámból. Na, jobb már? Igen, mit is akartam mondani? Ja, megvan, Gandalf, a sötét királyságban van egy fekete mágus. Valóban? Igen, nézd meg ezt a kardot. Ez a kard, ez nem az élők világából származik. Mi volt ez a hang? Orkok, futás! Én feltartom őket, ti fussatok! Fuss a nagy kő mögé! Kard, futás! Várjál, hol a kard?
Szerintem abban a ládában lesz. Tünde kard. De penge. Köszönöm. Mi? Penge. Egy tünde penge. Tedd el, szükséged lesz rá. Ja, a tárgya egyébként azon írva, hogy tünde kard. Olyan. Köszönöm, Gandalf. Hallgass meg, mit beszél Gandalf. Ó, hogy előbb a ládát kellett volna. Hát Gandalf látvány sok hegyen volt. És itt van az a mágus, hogy hívják? Tudod, aki a mókusokkal vagy nyulakkal megy? Nyulakkal. Ja, hát egyébként orkok jönnek, szóval futás. Egy lyuk. Hol vagyok? XXGG5948XX. Ahó. XXGG5948XX. Lehet, hogy elkapták az orkok. Szegény. Úristen, mit keresel itt? Tudom, még egy menekülő utat. Jó, nem tudom, hogy csinálod, de... Mi nem szólt, amikor hívtalak? A kerülő út az egy picikét rázos volt, és nem hallottalak. Jó van, a lényeg az, hogy jól vagy, nem bántottak az orkok, ugye? Megvan az összes végtagod? Maradéktalan? Hogy látom, igen. Jó van. Kéz egy bal kéz. Jó, menjünk két tovább, mert megtalálnak. Egyébként hiányoznak az ujjaid. Bar! Tényleg. Neked nem hiányoznak. Hoppa, itt van valami. Hűha. Ez biztos már nyaraló övezet. Hát? Fú, itt van vízi csúszda is. Az igen. Hát ennek a gombja is jó helyen van, úgyhogy ezt is te fogod megnyomni. Nem vagy szégyellős. Köszöntelek titeket Völgyzugolyban, Erebor törpjei. Gandalf öreg barátom, mi áradban vagy erre? 13 törpel és egy félszerzettel, meg egy XXGG5948XX-el. Megyünk Ereborba, hogy a törpök visszafoglalják a jogos földjüket. Értem, örök, terítsetek meg a fáradt utazóknak, majd én is csatlakozom, menjetek. Tök jó. Megetetnek, látod? Itt erre. Szerintem az Only VIP area. Jajaj, az a gyémánt zóna. És itt vannak a barátaim. Hétfő, péntek, Gollam, Álmos Előd, Morci, Tudor, meg a többiek. Meg nem tudom, mi az asztalon állok. És mi? És eszek egy káposztát, ugye? Eszek egy káposztát. Itt van egy gomb. Ez melyikük? Balin, Galin, Trollin, Folin, Molin? Nem tudom. Nem is mindjárt kiderül. Thorin. Úristen, megint elteleportáltunk. Miért vagyunk itt? Ahelyett, hogy itt ülünk és eszünk, már rég elindulhattunk volna Erebor felé. Szerintem induljunk el a mágus nélkül. Na, szegény Gandalf. Szerintem is induljunk. Én legszívesebben azt mondanám, hogy nem. Akkor hát el van döntve. Elindulunk Erebor felé a mágus nélkül. Jó, ti mentek csak, de én visszamegyek, mert én még éhes vagyok. Most komolyan? És olyan a zöldségessel? Hogy ráér, vagy? Tudom, ráér. Akkor jó volt veled utazni, XXGK5948XX. Hát további jó étvágyat. Nektek meg további sikeres utat. Köszi. Szia! Hát akkor lássuk, mi van erre. Úristen, itt van Gollam. Ja nem, ez csak Kenri. Ja. Hát te mit keresel itt, kedves Kenri? Megyek el újságolni a barátaimnak, hogy tudom fejbe Picasso teljes nevét. Úgy van, hogy Pablo Diego José Santiago Francisco de Paula Juan Napomuceno Crispin Crispiano de los Remedios Cipriano de la Santrissima Trinidad Luis Picasso. Oké, biztos nagyon fognak neki örülni. Az a baj, nincsenek barátaim. Nem lett meg. Te merre tartasz? Megyek abba a barlangba, keresem a törpöket, mert már megint lehagytak.
szeretné velem tartani. Biztos őket érdekelné Picasso teljes neve, mintha az egyik mondta is volna, hogy úgy mardosi őt a kíváncsiság, hogy nem tudja a teljes nevét. Na jó, de csak már megsajnáltalak, hogy így is olyan szomorú életed van. Jól van. Hú, vigyázz, nagyon veszélyes hír, mert nem hiszem. Remélem nem tudsz kijönni. De, megoldom. Nagy fiú vagyok. Thorin, azt hiszem. És igen, Thorin, éjszakára itt maradunk, most pedig mindenki menjen és pihenje ki magát, hosszú út vár még ránk. Jó, hát akkor olyan, mintha belennének ásva a földbe egyébként. Így elültetik a törpéket, gondolom ez az én helyem. Hát te nem tudom, hol fogsz aludni, de ott egy puha szikla, feküdj le. Nem akarok egy ágyba feküdni. Jézus, sok teleport. Beszakadt a hálózsákom. Hé, keljetek fel gyorsan. Hol a rákba vagyunk. Nézd meg itt a barátnőd. Nem a barátnőm, ez a pasim, oké? Okay? Jó, oké. Okay. És ő egy goblin. Itt egy félszerzet elkapni. Maradj nyugton, mert mindketten leesünk. Ó, itt van Dobby. Szerintem Gollum lesz. Nem, ez Gollum. Jó, de sokat ír. Azt mondja. Olvashatom én, amit mond? Ó, igen, pont ezt akartam mondani, ezt te fogod olvasni. Elkozzák, mi ez a félszerzet? Mi vagy te, Gollum? Gollum! Hát ez tök jó. Én egy hobbit vagyok a megyéből, zsáklakból. Hobbit? Drága szág, mi az a hobbit? Nem tudom. Gollum halackákat, de nevéreket és orkokat kóstoltunk már, de hobbitot még nem. Vajon milyen íze lehet? Finom, porhanyósz, Gollum. Nem is, köhögve szoktam mondani. Tudod. Tudod, így kalam. Jó, kus. Jó van, nem bírja a kritikát. Kivel beszélsz? Megoszlak, meg egy kalam, kalam. ez olyan, mint a tüdőbajos lenne. Kell mondd úgy, ahogy te akarod. Én nem tudom, hogy milyen játékot üzöl, de... Játék! Imádok játszani! Nem miutálunk játszani, kalam. De drága szágom, én szeretek játszani! Mit szólnál hozzá, ha rendeznénk egy találós kérdés párbajt, és ha nyerek, megmutatod a kiutat? Jó, de ha én nyerek, megeszünk téged! Kezdje a zsákos! Nálad jelent meg a kiírás, mert nálam nincsen semmi. Nálam megjelent, rányomok. Oké. Okay. Azt írja, hogy you do not have permission to use this command. Jó. Oké, nyomjad. 30... Ezt is csak nekem írta ki? Ah, igen, csak neked írta ki. Feladat 30 fehér ló egy piros dombon, abrakolnak, dobrokolnak, majd rajtuk a békjó. És nincs ott valami kattintható? Vagy őt kell megnyomni? Ez az egész kattintható, rányomok. Ó. Fogak! Fogak! Igen, drága szágom, kitaláltuk, de nekünk nincs több, csak 9! Most mi kérdezünk? Ez most nálam is megjelent. Kérdés. Hang nélkül kiált, száj nélkül lebeg, fog nélkül kirág, száj nélkül hebeg. Egy pillanat. Hát az Ákos megakadt, mi tudjuk, hallgass. Víz. Nem, szél. A szél nem repülte. Dehogy nem. Jó, mindegy, szél. Nagyon okos, Hobbitka, nagyon okos! Kaptam egy gyűrűt. Én is. Aha, de rossz, 2 gyűrű van. Isten. Nem, meg úgy néz ki, mint hogyha egy ilyen... Nem, mint hogyha egy ilyen homár ember lennél. Hagyma, Karika. De az egyébként plusz HP-t. Jaja. A gyűrű, egy gyűrű mint fölött. Tessék, adok halat. Azt hittem, hogy gyűrűt eszed. De volt valami kiírás, nagyon okos hobbitka, igen. És akkor van itt egy kattintható szöveg, egy doboz,
Nincs se pántja, kulcsa vagy fedele, de aranyló kincset rejt a belseje. És rányomok. Doboz? Nincs fedele? Mégis aranyló kincset rejt a belseje? Mi már tudjuk, tojásló! Kérdezz még egyet! Azt mondja, mi lapul itt a zsebemben? Ez nem fel, kérdezz valami mást! Nem, ezt kérdezem. Akkor legalább hat tippeljünk hármat. Rendben. Kezecskék! Nem. És? Nem. Semmi. Egyik sem. Ágaszágom, te mit gondolsz erről? Ágaszágom, hova lett? Te, mi van? Mi van a zsebében? Ellopta tőlünk. És van itt tovább gomb. Jaj. Tedd meg a kiutat a bányába. És láthatatlanok vagyunk. Én nem. De, csak én, de te nem. Ja, akkor csak te vagy láthatatlan. Hát, szíves. És de miért vagyok láthatatlan? Ja, mert a gyűrű rajtam. Jaj, ja, vágom. Ne csináld. Jó, semmi. Tudod... De most egy labirintus, tényleg. Van egy ötletem. Váljunk szét és keressünk nyomokat. Megtaláltam. De nem, ez csak egy lyuk, és kilátszanak a command blokkok. Én találtam meg. Ó, így könnyű. Azt mondja, itt a kiút, át kell ugranom gollumot. De várjál, van egy meg jó, hogy költő vagyok, nem kell tudnom beszélni. Az van, hogy ugrás. Nekem így kattintani lehet. Fuss le a hegyről. Fuss le a hegyről. Jaj, futás, ott van mögöttünk. Na, itt vannak a barátaim, és hát igen, itt van Gandalf, és simán rányomtál, nem is haboztál. Persze, itt habozzak, hát, már öreg. Hát mert nagyon imponáló helyen van az a gomba, azért. Öreg. Ezt mondja Gandalf, Orid Valin Doridoin, Oin Fili Nori Golin Bombú, Torin Bofur Bifur Balin Kili, de hol van Bilbo? Szerintem Zsákos úrnak inálva szállt a bátorsága, lehet, hogy már rég a megye határán van. Itt vagyok! Nagyszerű, akkor folytathatjuk utunkat. És akkor van itt egy kattintható megint, hogy folytassuk. Már megint teleport lesz. Sok ebben a pályában a teleport. És megint teleport. És most vagyunk valahol. Maradjékben vagy. Ja, várjam el. Gondolom menjünk. Menjünk a dombok szegélyezte úton. Orkok, futás fel a fára. Gandalf, most mi lesz velünk? Ne aggódj, Bilbo, már úton van a segítség. Milyen segítség? Sasok. Repüljünk el a sasokkal. Én ezt nem értek ki. Aha. Ott van Gandalf. Na, erről a és megint rányomott Gandalf. Körülsön nézel. A szút vár ránk, barátom. És megjelent egy kattintató szöveg, amire azon kírva, hogy vége. Na figyeljetek, tehát itt van az első törpe. Pablo, Diego, José, Santiago, Francisco, de Paula, Juan, Napomo, Seno, Crispin, Crispin, Elon, ez komolyan. Részem a Trinidad, Ruiz, Picasso, itt van a második. Pablo, Diego, José, Santiago, Francisco, de Paula, Juan, Napomo, Seno, Crispin. A sast nézd meg, nézze milyen szép sast. Milyen luca feje van. Na jó, rányomok a vége feliratra. Jó ötlet. És van itt köszönet, kreditek. Második részhez nincsen gomb, de tudom forgatni. Spoiler, egyikhez sincs gomb, csak a köszönethez. Megnyomom. Köszönöm, hogy végigjátszottad a pályám, az YouTube madafaka. Madafaka. Kreditek. Készítette madafaka, tesztelte Conahun, írta a J.R.R. Tolkien, kommandok, madafaka, kijátszott a Kerry 26. Na ennyi, basszus, ideig játszottam lehet, és a te nevedet írek, közel megyek, csak ennyi meg fogja. Összes következik. Robert Sontinued, és spoiler. Bírom, nem, azt így, hogy the block couldn't be placed. Akkor köszönöm, Kerry, hogy elkísértél így az utam utolsó szakaszára, és hogy megint az arcomban állsz. Végre találtam barátokat. Nagyon boldogok leszünk együtt. Ja, a következő lehet, hogy az ő nevüket is megjegyez. Van valami... Buffers and... Bandy Bucks...
Jon Snow, Hodor, milyenek? Hát ilyen Thorin, Balin, Kalin, Falin, Malin, Nyalin volt. De... Tudor, Vidor, Habci, Morgó, Szende, Szundi, Kuka, Puskás, Hidegkuti, Grosics, Ámos elő, Dont, Kont. Abba hagynám, de nem töhötöm. Jaj, de jó. Még csak nem így saját poén volt ez. Jó, hát általában nem sajátokat mondasz. Rekt. Hát akkor én szomorúan beállok a sarokba, és elköszönjük. De miért vagy szomorú? Szereztél barátokat. Torin, Forin, Marin, Nyarin, Kalin, Farin. Meg a többiek. Meg. Akkor szia, Kenny. Ja. Ez mekkora poén volt. Honnan jön neked ennyi ötlet? Ecsém. Na, lássuk azt a mérleget. Történet. Hát, hazudnék, ha azt mondanám, hogy a Hobbitnak rossz története van, viszont itt nem volt annyira hol bemutatva, nagyon sok volt a teleportálás, meg az olvasgatás, valahogy így nehezebb fölvenne a fonalat, hogy igazából nem kellett semmit csinálnom, csak olvasnom. Játékmenet, hát igen, mint azt mondtam, a játékmenet ebből állt, olvasásból és teleportálásból semmi kihívás nem volt a pályán, kár érte. A díszítés helyenként egész jó volt, de hát most a gonosz lennék is a filmhez hasonlítanám, ami ugye nagyon látványos. Mindegy, nem volt annyira kimagasló. Inkább azt mondanám rá, hogy korrekt. Tehát voltak hegyek, meg fák, de olyan semmi maradandó. A hangulat volt határozottan a leggyengébb része a pályának. Jó, külön kiadás, vagy különleges rész, vagy nem is tudom, de mindegy, akkor is őszinte leszek. Nem igazán jött át a Hobbit hangulat. Valahogy úgy nem. Szerintem ez azért van, mert nem nagyon voltak rejtvények, vagy küldetések, hanem inkább csak egy ilyen felolvasás az egész. Egy-két helyen ugye volt választási lehetőség, de valahogy úgy kevés volt. Valami úgy hiányzott, hogy úgy érezzem a súlyát a tetteimnek, hogy úgy beleéljen magam. Szóval összességében a pályák kidolgozottsága nem volt túl fényes, mint azokat idáig elmondtam, hogy lehetett volna jobb. Mondjuk egy kicsit több kihívás, meg egy kicsit több séta, meg kevesebb teleport. Igen, körülbelül ezek. Tehát ez volt Madafakától a Hobbit első része, a kézikönyv óvjon. Hangpróba, 1, 2, 3. 2-3. Na, dumálj valamit. Beszéljek, mondjad. Mondj valami szöveget, amit ismételjek el. Tudom, és akkor ez most egy hangpróba, 1, 2, 3, 4. Te is számolj egy kicsit. 1, 2, 3, 4. Mi haltam meg? Mert rúpítottál nekem. Ja, hát elfelejtettem, hogy retardált vagy. Nagyon csinos hegyek. Ezek lassú vagy. Olyan lassú vagy. Régen túlmentem rajtad. Oké, így néz ki a kezdősz. Na, már elbasz.